Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Ma este a Városi Televízió novemberi második adását látják. Ma esti műsorunk is a szokásos módon alakul, először esti mesét vetítünk a gyerekeknek, ezt követi sportösszeállításunk, ma is lesz főzőcske, még kalóriaszegény étkekkel, jelentkezik a Frézia videótéka legújabb filmajánlatával, és 7:30-kor kezdődik híradó műsorunk. Mindenhez én jó szórakozást kívánok, gyerekek, csücs, következik a mese! Kedves nézőink, mai sportösszeállításunkat fél évzáró értékeléssel kezdjük. Beszélgető partnereim voltak Lantos Levente a sakszakosztály éléről, Fuchs Gábor a megye 3-as labdarúgó csapat éléről, és Csordás István a megye 1 éléről. Beszélgetésünket úgy is kezdhetnénk, hogy a Pécsváradi Spartakus Sportkör 3 legsikeresebb csapatának a képviselői ülnek most itt velem szemben. Talán kezdjük először is a sakszakosztály eredményeivel, hiszen azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok és szép tartalmas évet zárhattok magatok mögött. Ha kezdhetnénk azzal, hogy melyek voltak az elmúlt évek tényleg igazán kimagasló eredményei, először a felnőtteknél nézzük. A felnőtteknél sajnos kicsit elmaradtunk az elmúlt években megszokott eredményektől. Hát a felnőtt csapat a megyebajnokságban a középmezőnyben zárt. Igazi sikerek inkább a fiatalabbaknál találhatunk. Hát kicsit régebbre kell visszanyúlnunk. Májusban volt az Országos Diák Olimpia döntője, ahol a felnőtt fiú csapat 10. helyezést ért el az országban, és Pécsváradról került ki az egyik tábladíjas is. Petsz Dávid személyében. Tehát mondjuk azt azért el, hogy valaki egy országos versenyre eljusson, azért az megelőzi egy csomó küzdelmes felkészülés, egy csomó verseny. Milyen szakaszai voltak ennek a felkészülési időszaknak? Hát az egész egy iskolai versennyel kezdődik, amit egy megyei forduló követ, és ezt követi ez az országos verseny. Ezen kívül részt vettek egyéni országos bajnokságban is, ahol a középmezőnyben végeztek, majd pedig a felnőttek között vettek részt megyei szintű versenyeken az elmúlt nyáron. Ezt észrevettük mi is, hogy a megye egyes csapatban örömteli volt. Azt mondtátok mindig, hogy nagyon örültök, hogy a gyerekek bekerülhettek. És talán azt hiszem, hogy igazán az az eredménye a felnőtteknek, hogy jó pár éve már együtt vannak, és így együtt játszanak. Meg lehet úgy határozni, hogy hány éve vannak együtt, és hogy a gárda még ugyanaz, akivel elkezdtétek? Körülbelül 4-5 éve foglalkozunk a mostani ifikkel. A törzsgárda az megmaradt, páran csatlakoztak, lemorzsolódtak, de nagyjából megmaradt a kezdő létszám. Mi a helyzet most a gyerekekkel? Úgy tudom, hogy Gazda Pisti elköszönt a csapat éléről, és most te foglalkozol velük. Mik a terveid? Hogy szándékozod visszacsalogatni azokat a gyerekeket, akik elmentek, illetve újakat hogy lehet ide invitálni? Hát sajnos Gazda Pisti nyáron elhagyta a csapatot, mint edző, mint játékos továbbra is szerepel. Hát, hogy időmből telik, próbálok heti egyszer edzést tartani a kicsik számára, és az iskolai versenyt felhasználjuk, mint toborzási céllal, és próbálunk onnan gyerekeket sok pálya felé invitálni. Jól értem, akkor ezzel az országos versennyel véget is ért a versenyek sorozata, vagy volt még valami, amiben kiemelkedő eredményt értetek el? Hát sajnos ősszel eléggé versenyinséges időszak van. Minek tudható ez? Hát sajnos itt a felnőtt megyebajnokságban egy kisebb fajta igazolási botránynak is nevezhetjük történt. Töröltek egy teljes fordulót. Sajnos nem tudták elindítani a megyei ifjúsági csapatbajnokságot sem. Hát még kérdéses, hogy ez mikor fog elindulni. Sajnos nagyon kevés most a verseny, úgyhogy a kevés adódó lehetőségért megpróbáljuk kihasználni és azokra elvinni a kicsiket. Hát úgy tűnik akkor most, amikor a megyénél rendeződnek, a szövetségnél rendeződnek a dolgok, akkor úgy látszik jó úton fog haladni ez, és nagyon szépen köszönöm neked a tájékoztatást. És akkor talán folytassuk a focival.
A megye 3-ban, hát most már hosszú idők óta vezetitek a listát. Arról beszélj először, hogy milyen összetételű a csapat, kiket találunk a csapatban, egyáltalán miért jött létre a megye 3? Ez a csapat 3 évvel ezelőtt jött létre, és igaziból azzal a céllal, hogy azoknak a Pécsváradi, illetve környébeli fiataloknak sportolási lehetőséget nyújtson, akik annak idején, amikor a 90-es évek elején elindult az utánpótlás nevés Pécsváradon, végigjárták úgymond a szamárlétrát, és legtöbbjük meg is fordult a nagy csapatban, illetve annak környékén. Azonban tanulmányaik miatt, illetve munkai elfoglaltság miatt, illetve hát többeknél igaziból a tudás sem volt elegendő, ezért nem tudtak tartósan gyökeret venni az első csapatban. Viszont létszámot tekintve, amikor ezt az indulásnál felmértük, illetve felmérték, akkor hát kiderült, hogy itt legalább egy csapatnyi emberke van, aki szívesen focizna, szervezett körülmények között is, és így jött az ötlet, hogy hát a legalsóbb osztályban, ugye a megye 3-ban, teljesen amatőrként, illetve félig meddig hobbi szinten kezdjünk el ismét focizni, ugye? Tehát itt mindenki ismer mindenkit, és szinte mindenki játszott mindenkivel annak idején, Serlő ifi csapatban, vagy akár a nagy csapatban. És ez hozta az indítatást, hogy jöjjön létre ez a csapat, amely létre is jött, és hát igazából az elmúlt szezonig nem igazán értünk el komoly eredményeket, tehát ahogy mondtam, hogy félig meddig hobbi szinten történik az a sportolás, ez az eredménye is úgymond rányomta a bélyegét. Tehát, miért történt változás most? Miben látod a fordulást? Hát igaziból ennek több összetevője van. Az egyik fontos oka ennek az, hogy több olyan meghatározó játékos került a csapatunkhoz, akik annak idén is meghatározók voltak, de a már említett okok miatt nem igazán tudtak aktívan sportolni az utóbbi években. Viszont most elhárultak ezek az akadályok, tehát vagy befejeződtek az iskolai tanulmányok, vagy a családi állapot úgy alakult, illetve a munkai elfoglaltság, hogy most ismét ráérnek, nem egy olyan magas szinten, hogy komolyan akár az első csapatnál is tudnának sportolni, viszont ez nekik belefér, hogy hetente egy-két edzés eljöjjenek, illetve a hétvégén szerepeljenek a bajnoki mérkőzésen. A másik oka pedig az, hogy nagyon kiváló közösség alakult ki, amely közösség már az indulás óta együtt van, illetve most az utóbbi időben egészült ki ezekkel a meghatározó emberekkel. És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a csapat életében, hogy tényleg egy igazi baráti társaság tudott kialakulni. És mindezen túl ez a baráti társaság a bajnokság előtt megbeszélte, és megfogadta, hogy mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobban szerepeljen. És hogyha ez azt jelenti, hogy esetlegesen egy magasabb osztályba lépjünk, akkor ezért is mindent megteszünk. A sportkör vezetése hogy áll ehhez, hiszen mindig, most ne haragudj meg, mindig ti voltatok az, akibe egy picit úgy bele lehetett bökni, most viszont jó eredményeket, megkapjátok a kellő támogatást? Hát igen, ez egy nehéz kérdés. Tehát a megye 3-as csapatnak mindig voltak támogatói, mindig voltak ellenzői. Én úgy gondolom, nekünk ezzel nem kell foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy az indulásnál vállalt feltételeket mi betartjuk folyamatosan, magyarán ez azt jelenti, hogy a sportkör részünkre a hivatalos költségeket biztosítja, magyarán a bírói díjakat, nevezési díjakat fizeti a sportkör, az ezen felül felmerülő költségeket viszont a csapat tagja és saját zsebből vállalják. Tehát ezek voltak azok a feltételek, amelyek az indulásnál adottak voltak, és azt mondták, hogy ha ezt a mindenkori csapat tagjai vállalják, akkor létrejöhet és működhet a megye 3-as csapat. Tehát én úgy gondolom, hogy mi ezt folyamatosan betartjuk, tehát mi igaziból nem foglalkozunk azzal, hogy most minket támadnak, nem támadnak, minden embernek a szíve joga, hogy véleményt alkosson ennek a csapatnak a működéséről, szerepléséről. Mi arra törekszünk, hogy a lehető legjobban szerepeljünk, és hát ezeket a feltételeket betartjuk, és amint mondottam, legfontosabb az, hogy nagyon jó közösség alakult ki. Ez mindenképpen szívderítő. Már azon, ott kezdve, hogy pécsváradiakból áll a csapat, ezt ugye megerősítesz ebben, hogy mindenki pécsváradi? Úgy mindenki pécsváradi, van, aki szilágypusztai, viszont tehát közigazgatásilag szilágypuszta pécsváradhoz tartozik, illetve van két játékosunk, aki zengővárkonyi. Tehát mindenképpen büszkék lehetünk arra, hogy a pécsváradi fiúk a lista élén állnak. Most még megye 3-nak hívják, de hogyha ez a jövőben így lesz, akkor megye 2. Hát mi is reméljük,
És visszatérve az előbbi kérdésre, én úgy mondanám, hogy arra lehetünk büszkék, hogy mindannyian saját nevelésű játékosok. Tehát nem is a lakhely számít, hanem én úgy gondolom, hogy az a fajta utánpótlás nevelő munka, amelyet a 90-es évek elején beindult, ha nem is teljesen tudta betölteni azt az eredményt, hogy itt most ezek a játékosok esetleg olyan szintet elérjenek, hogy a nagy csapatban szerepeljenek, de mindenféleképpen azt elérte, hogy egyfajta úgymond ugye egészséges életmód vagy rendszeres testmozgást ez biztosítja számukra. És akkor most válaszolnék a kérdésre, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy minél jobb eredményt érjünk el, és természetesen szeretnénk egy osztály felrebb kerülni. Ott egy picit már komolyabb a bajnokság, és reméljük ott is, hogyha ez összejön, akkor megfelelően tudunk szerepelni és képviselni Pécsváradot. Én csak sok kitartást és sikert kívánhatok. A következő beszélgető partnerem Csordás István, aki hát ebben a szezonban vette át a Megye 1-es csapatot. Hát egy picit arról érdeklődnék, hogy milyen benyomásai voltak legelőször, amikor szembesült az itteni helyzettel, viszonyokkal és hát a csapattal. Hát jártam én itt már, illetve voltam Pécsváradon edző, körülbelül 10 évvel ezelőtt, nem mostanában, 90-es évek elején. Azóta pozitívan is sok minden változott, elsősorban a létesítmény vonatkozásában. Van egy korszerű öltözőépület, nagyon szép klubház, kiszolgáló helyiségek mind tényleg jóval megy első osztályi szint fölött, és ott mondhatom, hogy NB szinten. Van egy kitűnő centerpálya, hogy így mondjam, és van egy jó minőségű edzőpálya. Úgyhogy a feltételek kedvezőek, a támogatás is, én úgy érzem, hogy ennek az osztálynak megfelelő szinten van. A játékos állományban mekkora változtatást eszközölt, amikor idejött Pécsváradra? Tehát milyen változtatások, új igazolásokra gondolok elsősorban? A régiek közül kik maradtak? Hát a tavalyiak közül, akik a tavalyi bajnokságban játszottak, közülük, ha jól tudom, ha jól számoltam, akkor mindenki maradt, és újakat igazoltunk természetesen, mert hát az itteni vezetésnek is az volt a célja, és én is fölmértem egy-két edzőmérkőzés után azt, hogy milyen erőt képvisel a csapat, és az egyes posztokra milyen játékosok állnak rendelkezésre, ennek megfelelően próbáltunk igazolni. Persze jó képességű, meghatározó játékost nehéz szerezni, mert az igényük is eléggé hát, olyan, amit hát nem akarunk teljesíteni. Éppen ezért olyan játékosokat hoztunk, akik azért beférnek a csapatba, teljesíteni is tudnak, de hát nem járnak a fellegekben olyan vonatkozásban, hogy nem tudom, milyen igényeik lennének. Lefordítva magyarra a dolgot, hogy kiket igazoltunk, elsősorban csatárokat. Ugye mivel tavaly, hát igen, a tavalyi gárdából most azért beugrott, ugye, hogy kik maradtak. Tehát elment itt néhány játékos, akiknek a helyére próbáltunk elsősorban igazolni. Elment itt gondolok a Minkolivér, a Menner, a horvát, azt hiszem majd magyar baloldali. Ezek kezdő játékosok voltak, természetesen nekünk is ilyen játékosokat kellett szerezni. Elsősorban csatárposztra. Csatárposztra két játékost igazoltunk, illetve hármat. A Stern Szabolcsot, a Máté Zsoltot és a Fisli Bélát. Ezen kívül és hirtelennyébe visszajött a Galambos Zoli, aki katona volt. Ők mind aktív játékosok voltak, ugye? Ők honnan kerültek ide? Igen, aktív játékosok voltak. A Máté Zsolt Komlóról, a Stern Szabolcs, neki több egyesülete volt, de most az utóbbi időben nem játszott, illetve Ausztriába játszott. Kint játszott Ausztriába, Fisli Bél egy alacsonyabb osztályú csapatban Orfin játszott. Nagyon, nagyon jók az eredmények, szinte ahogy így végigkövettem a meccseket, mérkőzéseket. Most nem tudnám megmondani, hogy volt-e, talán ha egy vereség volt. 2-3. Köszönöm szépen. A lényeg az, szerintem, és mindenkinek, hogy a tabella élén áll Pécsvárad. Minek köszönhető ez?
Hát igen, ezzel mondjuk én is elégedett vagyok, hogy a tabella élén vagyunk. A játékkal viszont nem annyira, mert voltak ilyen hullámhegyek és hullámvölgyek. Jól kezdtünk, aztán jött egy nagyon rossz széria, amikor 4 mérkőzésen keresztül nem nyertünk. Utána viszont egy hatalmas, pozitív előrelépés hajtottak végre a fiúk, mert 9 mérkőzésen nem kaptunk ki, 6 mérkőzésen győztünk, 2 döntetlen volt, és korrigálom, mert 8 mérkőzés volt, tehát 6 győzelem és 2 döntetlen. Az, hogy még egyszer a kérdést, hogy minek köszönhető, igen. Hát én úgy gondolom, hogy elsősorban annak, illetve 2 dolgot említenék meg. Az egyik az, hogy több jó képességű játékosunk van. Ez nem jelenti azt, hogy ne kellene igazolnunk majd az elkövetkező időben, mert vannak hiányposztok. Tehát több jó képességű játékos van, az idősebbek között, gondolok itt a Csobot Robira, a Manglacira, akik jól szelleműek, és igazán pozitív irányba tudják vinni a társaságot, ebből fakadóan jó a közösség is. Tehát hallgatnak rájuk, elfogadják a tanácsaikat. Én nekem személy szerint senkivel nem volt problémám, tehát jó a közösség, magyarán mondva. De természetesen, mint ahogy említettem, van 2-3 hiányposzt, amire szeretnénk igazolni. Melyek lennének ezek, és miben lát még szükségességet változtatásnak? Mi az, amiben szeretne fordítani, akár felfogásban, akár játékstílusban? Hát játékos anyagban elsősorban baloldali játékosra lenne szükség, egy baloldali középpályásra, ezen kívül jó lenne egy irányító középpályás játékos, és a védelemben egy magas, jó fejelő játékos középen. Erre gondolok én, és ez nem egy illúzió, nem a fellegekben járás akar lenni. Természetesen megpróbálunk olyan játékosokat, akik szintén majd beleillenek, elsősorban morálisan fiatalokat, nem feltétlenül időseket, sőt, inkább fiatalokat. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a változtatást azt talán az egyesületnek is, a szakosztálynak is az a célja, hogy terve, hogy majd a fiatalokból, az ifjúsági játékosokból próbáljunk majd az első csapatba beépíteni játékosot, annál is inkább, mivel én többször láttam őket játszani, sok ügyes játékos van, állítom, és nagyon jó szerepelnek, úgyhogy mindenképpen már most az alapozásnál 4-5 játékost én oda szeretnék venni a mi keretünkbe, és ott felkészíteni őket, hogy minél hamarabb reméljük, hogy tudják döngetni az első csapat kapuját. Én úgy gondolom, erre minden esély megvan, hiszen most az UEFA elég jó kézbe vette mind az edző, a vezetőképzést, az edzőképzést, és hát az utánpótlás is tulajdonképpen egy része ennek, hogyha csak a góliátokat említem. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy ez a terület jó úton halad. Motiválja a csapatot a feljebb jutás reménye, esélye? Hát ez igazából nem foglalkoztunk még ebben a feljutással, kimondottam. Jó esőérzéssel töltött el a fiúkat, hogy az utolsó meccs mérkőzésen idehaza tényleg egy olyan mérkőzést produkáltak, ami a közönséget is kielégítette, és ez véleményem szerint nagyon fontos dolog az eredményesség mellett, hogy látványos legyen a játék, olyan játékot nyújtsanak, ahol felszabadultan talán erőlködés nélkül, ne csak a védekezésre alapozva, hanem úgy nyerjék meg a mérkőzést, hogy tényleg gólokat rúgjunk, és ez a mérkőzés, az utolsó mérkőzés ilyen volt, amin a Láncsokot 5-2-re győztük le, úgyhogy jobb eső érzés így pihenőre menni, mint hogyha esetleg nem sikerült volna ez a mérkőzés. Egyébként a célkitűzés őszintén megvalva, amikor idejöttem és beszéltünk a tervekről, az első 6-ba kerülés.
hiszen itt rájátszás lesz, tehát mindenképpen oda feltétlenül, hát ez mondjuk nem egy elérhetetlen célkitűzés volt, én már akkor ezt próbáltam úgy megfejelni, hogy így mondjam, hogy azért tűzzük ki mi azt, hogy az első háromba, hisz tavaly a második helyen volt a csapat, jó, a többi csapat is valószínű, hogy erősített, mi is erősítettünk ezt hosszá kalkulálva, tehát jelenleg az a célkitűzés, hogy próbáljunk ott lenni az első háromba. Nagyon szépen köszönöm, tényleg igazán ehhez a nagyszerű eredményhez csak gratulálni tudok mindannyiatoknak. Én azt hiszem, hogy megegyezhetünk abban, akár tetszik, azt mondom, hogy az utolsó szó jogán összefoglalhatjuk talán annyival az egészet, hogy ez egy olyan terület, mint az életnek oly sok más területe, ahol az eredmény nagyon fontos. És hogyha gondoljátok, akkor én most még egyszer végigadom a mikrofont, hogyha éltek vele, mi az, amiben esetleg még változtatnátok, vagy szeretnétek, hogyha a szakosztályotok előrébb tudna lépni, és szükségetek volna valamire? Hát jelenleg a sakkozóknak leginkább arra lenne szüksége, hogy a fiatalok körébe nagyobb hírverést csapjunk a sakk irányába. Minél többen próbálják ki ezt a sportot, és akinek tetszik, az maradjon itt meg egy pár évig, és sok öröme lesz benne, az biztos. Mi az én óhajom, vagy igen, min? Hát tulajdonképpen az a kicsi problémánk, őszintén megvalva, ugye, hogy amire nem kerül volt itt a csapatnak az elemzésénél, hogy itt tulajdonképpen 14 pécsi játékos van, és 5 helybéli vagy környékbeli. Ebből fakadóan itt a kijárás az elég nehézkes, és én nekem, aki régóta foglalkozom a labdarúgással, és régóta edzősködöm, talán az egyik legfontosabb célnak azt tartom a játékosoknál, hogy minél jobban le legyenek edzve. Tehát ilyen vonatkozásban azonban, ugye mivel sokan vagy többen dolgoznak, felsőfokú iskolába járnak, van aki Pécset, van aki máshol idegen városban, keveset tudnak edzeni. Úgyhogy ez is egyik oka annak, hogy időnként a csapatjáték akadozik egy kicsit, mivel nem tudunk annyit edzeni, hisz tulajdonképpen 3 edzés kötelező, illetve 2 mindenképpen kötelező ott lenni, de sokszor előfordul, hogy csak egy edzésen tudott lenni a játékos, és hát ezen nehezen tudunk változtatni. Itt egyetlen lehetőség lenne, megmondom őszintén, az, hogy amikor hogy későbbi kezdéshez igazodjunk, tehát gondolom én azt, hogy mi általában 4:30 órakor kezdtük az edzést, ugye az most az ősz beálltával, hát már sötétedés van, az edzőpályán van egy kis világítás, ha azt lehetne erősíteni, akkor nem lenne gond, hogyha 5:30-6 kezdenénk az edzést, mert a megvilágítás biztosítaná azt, hogy ott gyakoroljunk. Hát ha nekem egy kérésem lehetne, akkor az Ronaldo lenne a Real Madridból, de viccet félretéve nagyon jó csatáraink vannak, tehát semmi pénzre nem cserélném el őket a Ronaldóra. Amit igaziból én szeretnék, az lenne, hogyha több nézőnk lenne. Tehát vannak nagyon kitartó támogatóink, akik eljönnek a mérkőzéseinkre és megnéznek minket, de a csapatnak nagyon, nagyon jó lenne és nagyon jó leső érzés lenne, hogyha tényleg egyre többen éreznék saját magukének ezt a csapatot. De én úgy gondolom, hogyha ilyen jól szerepel a csapat is, ilyen marad a hozzáállás, akkor ez meg lesz. Köszönöm. 10 évvel ezelőtt indult először túra útjára, és azóta minden évben a Várbaráti Kör skóciai Szent Margit halálának évfordulóján. Nem csak a test, de a szellem is felfissül, hiszen történelmi megemlékezéssel zárták a túra végső állomását. A mintegy 50 fő vezetője, dr. Novotny Iván, és szervezője Trecki Katalin volt. Nem akarom Iván babérjait learatni, hiszen ő már több mint 10 éve szervezi a skóciai Szent Margit túrákat, még pécsi lakosként, és amikor Pécsváradra költöztek, ugye 5 éve körülbelül, 6, akkor csatlakozott a Pécsváradi Várbaráti Kör ehhez a nagyon szép mozgalomhoz, és minden év november 16-án skóciai Szent Margit születés vagy névnap halálának évfordulánk napjához kötődően meghirdetjük mi is ezt a túrát.
úgyhogy Iván a fő szervező, és már lassan régiós lesz, hiszen Tolnából és Baranyából minden évre egyre többen csatlakoznak időjárástól függően ez a programhoz. Ivánt a túra útvonaláról kérdezem. Jézus már! Müdeskult Antal kép, vadászlak, Rékavár, Mecseknádas. Így, Dióhéjba. Van benne két szép hegy, amit meg kell mászni. De hát ugye, ez a Mecsek. Hány kilométer? Összesen van kb. 14. Elég sok fiatalt látok bírni fogják? Hát, hogyha én bírom ma majdnem 70 évemmel, akkor csak bírják a fiatalok is. Kik a résztvevők? Teljesen vegyes a társaság, ha körülnézünk, vannak gyerekek, vannak körtagok, nem körtagok, idősebbek, fiatalabbak, tehát mindig egy ilyen nagyon vegyes. Van, aki végig apu nyakába teszi meg az utat, és tényleg vannak közel a 70 évhez is, akik részt vesznek ezen a programon. Mi az úti cél programja? Rékavár természetesen, ahol Iván minden évben megemlékezik Skóciai Szent Margitról. Egy kis történelem lecke mindnyájunkra ráfér, ismétlés a tudása, hogy minden évben örömmel hallgatjuk végig Margit gyönyörű történetét. És idén még az egy pikás dolog lesz, hogy van a csapatban egy olyan anyuka, akinek a kislánya momentán Skóciába tartózkodik, és most mondta az édesanyja, hogy SMS-t küldtek egymásnak, és ha ott leszünk a várban, akkor gondoljunk rájuk. Jó utat, jó túrázást kívánunk! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, most pedig Főzőcske következik Adószegi Attilával, és ahogy azt már említettem, még mindig az egészséges táplálkozás jegyében kalóriaszegény ételek következnek. De ígérem, hogy ebben az esetben utoljára, és akik egy kicsit a nehezebb, zsírosabb ételeket kedvelik, megígérem, hogy következő adásunkban nekik is készítünk valami finomat, ami garantáltan hízlal. Köszöntöm kedves tévénézőinket, az Zengő-aljai Kistérségi Népegészségügyi Program keretében ma ismét főzni fogunk. Segítségünkre lesz ebben Adószegi Attila, szakács, és Végné Göbb Marianna, aki a tanácsadó nővérünk. Át is adom Mariannak a szót. Köszönöm szépen, köszöntöm a kedves nézőket. A mai ételünk szójás halsaláta lesz. Lássuk a hozzávalókat. Első, a szója csíra, amit még egy pár évvel ezelőtt nehezett volna beszerezni Magyarországon, de manapság nagyobb áruházakban már lehet kapni frissen, napra készen. Hozzávalók 4 személyre, szója csíra 10 deka, 15 deka olajos hal, 15 deka alma, 20 deka burgonya, 1 deciliter kefír, 1 evőkanál mustár, fél deci citromlé, 10 csepp poliszett, fehér bors, tengeri só és egy evőkanál majonéz. Ennek az ételnek a tápanyagtartalma egy adagban van 21 g fehérje, 18 g zsír, 20 g szénhidrát és 343 kalória. Lássuk, kibontottuk a szójacsirát. Nagyon finom, habár a külseje kicsit nem bizalomgerjesztő, de ezt lehet darabolni, és én nem szoktam. Hát lehet, hogy akit zavar a kinézet, az ha darabolja, akkor talán annyira nem. Nem lesz annyira bizarr. Cső paprikát teszünk bele. Azért önök ne próbálják meg ilyen gyorsan szeletelni, főleg ilyen nagy késsel, ne? Cső paradicsom. Minden kockára vágunk benne. Ez az. Jöhet a krumpli. Előre megfőztük a krumplit már, hiszen ez minden úgy van összekeverve.
Oké, okay, krumpli megvan. Ölkezik az alma, amit nem kell meghámozni, elég, ha megmosuk, hogy a szép a héja. És kimagozzuk. Így van. Szintén kockára vágjuk az almát is. Bekerül a salátánkba. Ez az. A lényege, hogy miért hal saláta, igaz? Hát a hal miatt. Pont hal konzervet lehet hozzá használni, aki nem szereti, a szardíniát is tehet bele. Óvatosan, mert ez egy elég kaloriadús étel, az olívaolaj miatt, amiben a hal van konzerválva. De hát ezt mi főételnek szántuk, tehát azért lehet is kalória benne. Tengeri sóval sózunk ismét, amit már elmondtunk kettő hete. De azért ismét elmondjuk, hogy jó, hogyha jódozott tengeri só, mert a sóértéke, tehát a sózási hatása nagyobb, de a nátrium tartalma alacsonyabb. Használunk hozzá még őrölt borsot, ami szintén egészséges. Serkenti az emésztést. Teszünk bele még egy csőbb hagymát, tudjunk csókolózni is közben. Hát legfeljebb a párjunk is egyen hagymát. Csöpp petrezselyem zöld. Díszítés is, és ízanyaga is nagyon finom. A salátához tejfölött kefírt használunk, ami a diéta szempontjából. És mint látom, ebből is a diétásabb fajtát. És a majonézzel szigorúak leszünk, hiszen ebbe az négy személyre egy pupos evőkanál majonéz jár, semmi több. És már ez is elég magas kalóriát tartalmaz. Ennyi. Hát ez azért nem olyan sok. Összekeverjük, és az ízek jó átérjenek, ezért egy éjszakára a hűtőbe helyezzük. Tehát ezt akkor másnap lehet fogyasztani végül is, vagy pedig ha reggel készítjük, akkor délbe délután vacsorára. Lehet vacsorára elfogyasztani. Itt is lehet különböző díszítést a tálaláshoz használni. Szép salátalevelet teszünk alá. Jól mutat. Kagyló formájában. És már egész más elkészítve, mint külön-külön az alapanyagok. Csak zöldet rá. Szép legyen. És ez elég nagy adag is, azt hiszem. Mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzá. Jó étvágyat. Ronda csokító, ronda de finom. Köszöntöm a kedves nézőket, a Városi Televízió novemberi második híradó műsorát látják. Jó estét kívánok! Híradónkat szokásos módon önkormányzati hírekkel kezdjük, ezúttal azonban nem a felnőtt, hanem az ifjúsági önkormányzat üléséről tudósítunk. Mint ahogy önök előtt az már bizonyára ismert, néhány hete városunkban a fiatalság is képviselőket és polgármestert választott. Az ifjúsági önkormányzat alakuló üléséről Fuchs Gábor beszélt a Városi Televízió kamerája előtt. Mint azt tudjuk, lezajlott az ifjúsági önkormányzat választása is, amelynek eredményéhez gratulálok. Összegezve egy picit az eredményeket, hogy látod? Én nagyon örülök ki először is, tehát itt most nem arra gondolok, hogy nekem sikerült nyerni, hanem arra gondolok, hogy 20 jelölt indult a választáson, és ez úgy gondolom egy nagyon nagy eredmény. Másfél évvel ezelőtt 13-an voltak, akik úgy gondolták, hogy megmérettetik magukat. És a másik dolog, aminek nagyon örülök, az az, hogy majdnem 100-al többen eljöttek szavazni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mind az eltelt időszak munkájának egyfajta elismerése. Nagyon sokan gondolták úgy, hogy véleményt nyilvánítanak azzal, hogy eljönnek szavazni, és
többen is voltak a régebbi testületből, akik ismét bizalmat kaptak a szavazóktól. Tehát én úgy gondolom, hogy ez, mint már említettem, egyfajta elismerése az eddigi munkának az, hogy többen gondolták úgy, hogy itt van valami, és szeretnének részt venni benne, illetve többen gondolták úgy, hogy leteszik a voksukat valamely jelölt mellé. Meg volt az első ülés, az alakuló ülés, ez hogy zajlott, kik voltak itt, hogy állt fel a testület? Igen, lezajlott az alakuló ülésünk, amelyet Zsál János városi polgármester is megtisztelt jelenlétével, illetve örömét, illetve köszönetét fejezte ki az eddigi munkának, illetve az eddigi testületnek, valamint további támogatására biztosított minket, és biztatott arra, hogy egyszerűen szóval csak így tovább. Az alakuló ülésnek több napi rendi pontja is volt, ezek közül legfontosabb volt talán a bizottságok megválasztása. Ugye ez talán köztudott, hogy az ifjúsági önkormányzatban is bizottságokat alakítottunk. Most ezt egy picit át kellett alakítani. Úgy éreztük, hogy sokkal hatékonyabban tudunk működni, hogyha kicsit szűkítjük a bizottságoknak a számát. Ez azt jelenti, hogy három bizottsággal működünk. A pénzügyi, gazdasági bizottság. Ebben a bizottságban, illetve ennek a bizottság keretein belül foglalkoznak a fiúk a jogi ügyrendi kérdésekkel is. Ezen felül kulturális szabadidős bizottságunk van, és egy ifjúsági oktatási és sportbizottság. Ezt úgy oldottuk meg, ugye, hogy 9 képviselő van, és mindig bizottságban 3-3 tag van. Megválasztottuk a bizottsági tagokat, illetve a bizottságok elnökeit. És mint már említettem, ehhez kapcsolódóan az SMS-t is módosítanunk kellett, tehát pontosan a bizottságok véget, illetve voltak olyan pontok az SMS-ben, amelyek aktualitásukat vesztették, és ezeket aktualizáltuk. És így az SMS-ünk is fel lett frissítve, és ennek mentén próbálunk tovább dolgozni. Az alakülés záró akkordja az év hátralévő eseményének a megbeszélése volt, vagy előkészítése, tehát az évi még hátralévő eseményekről beszélgettünk, szóba kerültek dolgok, hogy lehetne esetleg olyanokat is csinálni, amelyek nincsenek benne a munkatervben, és így bővítettük az események. Szoktunk viccelődni úgy, hogy ez ugyanolyan, mint a nagy, csak kicsiben. Azért én úgy gondolom, hogy ennél sokkal többről van szó. Említetted itt a bizottságokat. Jogról beszéltél, pénzügyekről beszéltél. Vannak ezeknek tényleg olyan felelős emberkéi, akik akár egy érdekképviseletet is fel tudnak vállalni, hogyha a fiataloknak gondjaik vannak, problémáik, akkor el tudtok-e dolgokat intézni? Hát ez egy elég jó kérdés, meg kicsit bonyolult is, és itt talán órákat beszélgethetnénk ezekről a dolgokról. Tegyük fel, ha jogi problémája van valakinek, hova tudtok fordulni? Egyrészt én úgy érzem, hogy a jelenlegi testületben, tehát vannak többen önök, mint már említettem, akik az előző másfél évet is végdolgozták, és én úgy gondolom, hogy az ifjúság referenssel kiegészülve rendelkezünk egy olyan alap ismeretanyaggal, információval, amely nem túl bonyolult kérdésekben, én úgy érzem, illetve helyi szinten ezek elégségesek. Viszont, hogyha valami olyan komolyabb dologról, vagy esetleg problémáról, vagy jogsegéről van szó, akkor a másfél év alatt sikerült olyan, én úgy gondozom, gyümölcsöző kapcsolatokat kiépítenünk ifjúsági érdekképviseletekkel, ifjúsági szervezetekkel, regionális, megyei és országos szinten is, hogy ismernek minket és segítenek, hogyha bármilyen kérdés felmerül. A legutóbbi beszélgetés, amit én folytattam veled a Városi TV kameraja előtt, akkor még országos posztot is betöltöttél. Most mi a helyzet ezzel? Újra meg kell újítanod, vagy pedig működik tovább? Tehát, hogyha nem választottak volna meg, akkor természetesen erről a tisztségemről lemondtam volna. Ez, mivel az országos vezetőségnek a mandátuma még él, tehát ez megmaradt. Ott is most ugyan halasztódik, de ott is esedékes a tisztújítás, úgyhogy most ennyit tudok mondani, esetleg visszatérhetünk rá még később. Mik a terveitek, hogy képzelitek el a jövőt, hiszen azért most még, ahogy elnézem, tapogatóztok, tehát még tanuljátok a dolgokat, de én mindenképpen úgy érzem, hogy nagyszerű eredményeket értetek el, hiszen végre elindult valami. Hát igen, mi is így érezzük, tehát hogy
picit fele más ennek a munkának a megítélése. Igaziból én is, tehát nem tudnék negatívumot mondani, annyit, hogy még többet és még jobban. Tehát igaziból én úgy érzem, hogy amit csináltunk, az jó volt, nem is volt kevés, de én úgy gondolom, hogy még nagyon sok minden benne van ebben a tevékenységben, kezdeményezésben, és hát erre törekszünk. És ami, tehát nekem is nagy örömömre szolgál, hogy a testület összetétele az úgy alakult, hogy picit megfiatalodott. Tehát egy újabb generáció az, amely aktivizálta magát. Mind azok, akik be is jutottak a testületbe, és azok is, akik nem jutottak be. Tehát mi számítunk azoknak is, mind a véleményére, a pozitív, illetve a negatív kritikájára, akik megmérették ugyan magukat, de nem sikerült bejutniuk. De valószínűleg mindenki azért indult el, mert volt valamiféle gondolata, tervei. És nekünk, mint ezt már én többször hangsúlyoztam, nem az a fontos, hogy annak a 10 embernek az elképzelése valósuljon meg, akik ebben hivatalosan vagy névlegesen tevékenykednek, hanem mint már az alakulásnál is kitűztük célként, nekünk az a legfőbb célunk, hogy minden egyes pécsváradi fiatalnak az érdekeit képviseljük, illetve hogyha vannak kérései, problémáik, akkor próbáljunk meg segíteni nekik. És a jelenlegi testületben tényleg olyan emberek vannak, akik úgy gondolom, hogy erre garanciát jelentenek, mind iskolai végzettségüknél fogva, mind akár az eddigi munkájuknál fogva, tényleg olyanok, hogy le a kalappal előttük. Beszélgetésünk befejezéseként, ha már így említetted, hogy vársz olyan fiatalokat is, akik nem kerültek be a testületbe, és ugye várjátok az építő javaslatokat, ötleteket, mikor üléseztek, mikor jöhetnek a fiatalok és hova? A fiatalok bármikor jöhetnek. Most egy nagyon egyszerű lenne választ, ez a bármikor az azt jelenti, ugye, hogy van a városnak egy ifjúsági referense, akit folyamatosan lehet bombázni kérdésekkel, illetve kérésekkel. Ezen felül az ifjúsági önkormányzat jelen pillanatban 2 hetente, pénteken este 6 órakor tartja az üléseit. Ezt azért is tettük át így hétközi időpontról, hogy aki esetleg csak hétvégre jön haza, tehát nem itt tanul, vagy nem a környéken, ő is részt tudjon venni a munkában. És tényleg most is lesznek például olyan programjaink, amely olyan kezdeményezésre valósul meg, ami kívülről jövő kezdeményezés volt. Tehát ezt el is mondanám, hogy december 6-án lesz egy nagy nosztalgia partink, ami pontosan egy ilyen kívülről jövő kezdeményezés volt, és a jövőben is szeretnénk minden egyes kezdeményezésnek teret adni. Köszönjük mi is. A következő 2 tudósításban egészségünkről, illetve az egészséges táplálkozásról lesz szó. Dr. Bíró Ferenc háziorvos először az Engő-Alja Népegészségügyi Program egyik rendezvényéről számol be, ezt követően pedig a táplálkozás egyik fontos eleméről, a különféle kenyerekről beszél önöknek. Ma este a Engő-Alja Kistérségi Népegészségügyi Program részeként egy komplex foglalkozást láthatnak, amelynek tulajdonképpen a célja az, hogy a magas vérnyomásos betegek, illetve a cukorbetegek, olyanok, akik esetlegesen nem megfelelően étkeznek, egy komplex tanulási folyamaton essenek át, és gyakorolják a vérnyomásmérést, gyakorolják a vércukormérést, illetve közben az itt látható videóberendezéssel előadást hallgassanak a betegségükről, illetve azoknak kezeléséről, és megismerjék azokat a problémákat, amit esetlegesen a rendelőbe nem tudnak, vagy az orvosnak nincs ideje elmondani. A konyhában bent közben egészséges ételek készülnek, amelyeket a program végén szintén majd elfogyasztanak, illetve hát elmagyarázzák, hogy mi hogy készül, illetve egy recept ajánlatot kapnak. Úgy gondolom, hogy ezt azért kell együtt végezni, mert hiszen ez a probléma is komplex. A magas vérnyomás az nagyon gyakran az elhízottsággal, a rossz táplálkozással is összefügg, hiszen ismertes, hogy nem csak vele született okai vannak, tehát nem csak genetikai oka van a magas vérnyomásnak, hanem szerzett okon is, így például a jelentős testsúlytöblet, a sós étkezés, a zsíros étkezés, ezek mind-mind a magas vérnyomásnak tulajdonképpen olyan hátrányosan érintő faktorai, amik kiküszöbölhetők. Pontosan az a célunk, hogy ezeket megtanítsuk, illetve a cukorbetegek esetében a helyes diétát, az önellenőrzést,
És a diéta, hát itt is természetesen a főzéssel, az étkezéssel hát elengedhetetlenül összefügg. Úgy gondoljuk, hogy ha betegeinket ilyen klubfoglalkozásra hívjuk, invitáljuk, illetve még azokat az egészségeseket is, akiket ez érdekel, hiszen az egészséges táplálkozás az egyben megelőzés is, a bajok megelőzése, jobban fel tudjuk készíteni a betegségük természetes kezelésére, tehát nem csak a gyógyszerek lehetséges kezelési forma, hanem természetesen vele az egészséges életmód is. Hát ez a célunk, minél több embert megnyerjünk ennek, és hát a kistérségben számos ilyen program lesz még, illetve ezeket heti rendszerességgel ismételjük. Magát a videóanyagokat, azokat pedig, hogyha újak vannak, vagy ezekkel összefüggőek, akkor természetesen szintén megmutatjuk azoknak. Itt körülbelül 15-20 ember fér el egyszerre. A kiscsoportos foglalkozást gondoljuk a legeredményesebbnek, mert hiszen itt a betegek maguk gyakorolják a vérnyomásmérést, maguk a vércukormérést. Itt szembesülnek gyakran azzal, hogy a kezelés eredményese vagy se, és hát nagyon bízunk benne, hogy sokan majd ugyanezt teszik otthon is, sokan vásárolnak majd vérnyomásmérőt. Körzetünkben és itt az Zengőalja kistérségben egyébként is már 10 éve a vérnyomásmérőknek, illetve a magas vérnyomásos betegeknek több mint a fele otthonában méri a vérnyomását. Végső eredménye ennek úgy gondoljuk, hogy a szövődmények későbbi időszakra való kitolása lesz, tehát az nem mindegy, hogy valaki a magas vérnyomás legkellemetlenebb szövődményeit, az érszövődményeket hány év múlva kapja meg, már a betegsége hány évig húzódik el, mikor lépnek fel azok a súlyoszövődmények 85 éves korába, vagy 65 vagy 50 éves korába. Úgy gondoljuk, hogy ez az önvérnyomás méréssel és ilyen komplex programokkal jelentősen javítható. Akkor ma este, miután megnéztük ezt a hipertóniáról szóló kazettát, készítettünk egy kis vacsorát az egészséges étkezés jegyében. Salátákat, nagyon finom, semmi cukros öntet, csak natúr öntettel, és készítettünk pulykamellből, illetve csirkemellből teljesen natúr húst, egy kicsit fűszereztük csak. Olaj nincsen benne, vagy egészen icipicit kentük ki csak a teflonnak az alját olajjal, de egyébként nem használtunk olajat, és minden egészséges fűszereket használtunk, tengeri sót, jódozottat természetesen, mert ugye Magyarországon kevés a jód, ez nagyon fontos, de nem sóztuk túl az ételeket, mert ugye a hipertóniásoknak nem szabad. Hát akkor jó étvágyat kívánok mindenkihez, és akkor utána még beszélgetünk egy kicsit, hogy ki hogy szokott egy-két főzési fortét, ötletet megbeszélünk egymással. Jó? Az imént látott programhoz kapcsolódva beszélgettünk dr. Bíró Ferenccel az egyik szinte legfontosabb táplálékunkról, a kenyérről. Hát ugye én nagyon szeretem. Én már ezeket fogyasztom, ezeket a barna kenyereket, de mit tudunk javasolni, mit tudunk ajánlani azoknak az embereknek, akik tudatosan szeretnék felépíteni a táplálkozásukat? Hát az emberiség egyik legősibb étele a kenyér, és az egészséges táplálkozás, ha az összetevőit tekintjük, akkor jó, hogyha a napi kalória mennyiségünknek, vagy a napi étel mennyiségünknek a 40% az valamiféle szénhidrát. Nos, a mindennapi kenyerünk, amikből itt egy csokor látható, az szintén a legfontosabb élelmiszerünk, mondhatjuk alapélelmiszerünk, szinte minden étkezéshez fogyasztunk. Természetesen nem mindegy, hogy milyen mennyiséget és milyen minőséget. Az egészséges étkezésben nem csak a szénhidrát számít, hanem a rosti bevitel is, és sajnos itt vannak bajok a mai
étkezési szokásainkban már túl kevés rostot viszünk be, pedig hát természetesen egyszerű lenne az, hogyha olyan ételt választunk, amiben minden nap jut be rost. Nos, ez a fajta rost, ez benne van a mi mindennapi kenyerünkbe, csak idővel elfelejtettük, és mindenki a kalács hoz ragaszkodott, a tiszta fehér kenyerekhez, amiből tudjuk, hogy a liszt, vagy a buza őrlése során a lisztből ezeket az értékes rostanyagokat, a korpát, a csírát, és ezeket kihagyták, mintegyet fehérítve a kenyeret, a lisztet, és akkor ez vált általános étkezési szokásunk. Hát ez nagyon nagy baj volt, és tulajdonképpen most egy 10 éve indult meg a folyamat, amikor felismerték ennek az óriási élettani jelentőségét. A rostok azok, amelyek a belegben folyadékot tartanak vissza, ezek azok a fontos, például a csírában rengeteg olyan vitamin és ásványi anyag, nyomelem van, ami nélkülözhetetlen az élet számára, mai inkább mindenki vitaminokat hajszol, és így próbálja bevinni ezeket az anyagokat, holott természetesen a magokban és hát a búzában ezek benne vannak. Ezért én azokat a kenyérféléket ajánlanám, és mondanám, hogyha valaki az egészséges étkezés szokásait szem előtt akarja tartani, amelyikek úgynevezett teljes örlemények, vagy pedig adalékanyagként korpát tartalmaznak, egyéb más tört magvakat, mert ezekkel lehet ízesíteni és kiegészíteni a kenyereket. És hát hál' Istennek örömmel mondhatjuk, hogy ezek vannak, a piacon megjelennek, csak hát nem igen figyelnek fel rájuk. Most az itt látható termékek közül van egy különösen, ami a szívemhez közel áll, ez a tönköly búzából készült teljes örleményű kenyér. Ez azért igazán nagyon jó, mert ennek még ez egy hagyományos régi fajta, amit most újra felfedeztek, aminek óriási nagy előnye, hogy igazán nem tesz szükségessé komoly növényvédelmet. Tehát majdhogy nem azt mondjuk, hogy bio tisztaságon lehet termelni annélkül, hogy különösebb veszteség érni a termőt. Ma ezek a modern buzafajták, amik nagy hozammal kecsegtetnek, ezek növényvédelem nélkül nem hoznak szinte termést, vagy elpusztul a termés. Bármennyire is a rosttartalmukat, meg az egyéb más értékes anyagaikat felhasználják, igazából véve nem biológiai tisztaságúak. De ez a tönköly búza, ez az, és ezért ezt én mindazok mellett, hogy még a sikértartalma, tehát a fehérje tartalma is magasabb az átlagos búzáknál, ezért igazán a legegészségesebb étkek közé tartozik, és hát egy kicsit ezzel visszakanyarodtunk, ha úgy tetszik a múltba, de a múltban nem minden volt rossz, mint tudjuk. Az étkezési szokásaink is jobbak voltak, nem voltunk ugye elhízva. Az egyéb más termékek közül az, ami még nagyon sok rostot tartalmaz, az általában a rostkenyerek, vagy olyan, amik vegyes rúzs és búzaliszt őrlemények, illetve hát a különböző adalékmagok, így vannak olyan fajta kenyerek, amiket úgy is neveznek a bajor kenyérben, illetve hát ez a korianderes kenyér, azt hiszem, vagy korland kenyér, ez is többféle magot tartalmaz. Ez maga ez a kifli is, ami itt látható, ezen kívül a kirsein is látszik, és látszik az, hogy teljes őrlemény, ezek inkább ilyen barnás vagy halvány kakaószínűek, ezek a teljes őrleményű lisztek. Az élettani hatását tekintjük, ugye vannak emberek, akik különböző betegségekben szenvednek, most itt lisztérzékenyekre gondolok, vagy cukorbetegekre, de doktor úr erről többet tudna mondani, nekik javasolják. Vagy milyen betegségben szenvedőknek javasol mit? Elnézést, hogy kicsit elkalandoztam, és inkább a termékeket próbáltam is tehetni. Az élettani hatásuk azok, ezeknek különösen nagyon jó. Egyrészt olyan betegeknek, mindenkinek merem ajánlani, egyrészt azért, mert aki magas rosttartalmú szénhidrátokat fogyaszt, vagy gyümölcsöket, az még akkor is, ha az étrendjének a másik fele az egy kis egészségtelen, tehát több zsírt fogyaszt, tulajdonképpen ezek a rostok a koleszterin szintjét is csökkentik. Persze, hát ha valakinek nagyon magas, nem olyan mértékig, hogy egészséges szintre viszik, de valamelyest csökkentik a koleszterin szintet, aztán a különböző vastagbél problémákat. Így a különböző székrekedés fajtákra, például nagyon jók, mert szintén folyadékot tartnak magukban, lazítják a székletet, és tulajdonképpen megoldják a problémát természetes úton.
És hát azt mondhatom, hogy a biológiai hasznosulásuk is jobb emiatt. Tehát, mint említettem, például a buzacsír az rengeteg olyan értékes anyagot tartalmaz, E-vitamint, A-vitamint, különböző olyan antioxidáns vegyületeket, amelyek akár a daganatokkal szemben is kifejtenek bizonyos hatást. Persze nem azt mondom, hogy rákgyógyítók, de ma tudják, hogy ezeknek a vitaminoknak, vagy természetes anyagoknak, amik ezt E-vitamint tartalmaznak például, azoknak komoly ilyen jellegű hatása is van, tehát kiegészítő hatása. Tehát ezek a legfontosabb élettani hatásaik. Bátran az egészségesek is természetesen, de például a szívbetegek, elhízottak, olyanok, akik székrekedés problémákkal küzdenek, ezeknek bátran merem ajánlani. A lisztérzékenyekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ezek ugyan egészséges termékek, de lisztérzékenyeknek nem ajánlott, mert hiszen a gluten, az amire érzékenyek a lisztben lévő fehérje, az természetesen ebbe is benne van, tehát a diéta azokra ugyanúgy vonatkozik, tehát nem ajánljuk ezeket a szereket. Szerencsére kevesen vannak ilyenek. Gyermekek fogyasztatják el, látunk közöttük is nagyon túlsúlyos gyerekeket. Kiválthatjuk-e ezeket a kenyereket? Én tudom, hogy nehezen tudjuk a színe miatt rábeszélni őket, de ajánlott-e? Igen, föltétlenül ajánlott. Egyrészt, hogyha valaki fogyaszt ilyen kenyeret, én magam is megfigyeltem, hogy például ezekből a kenyerekből kevesebbet eszünk. Automatikusan, lassabban eszünk, jobban meg kell rágni. Mindez elősegíti azt, hogy kevesebb szénhidrát jut be. Míg a lágyan omló fehér kenyeret jó, megzsírozzák, és 3-4 karéjjal is megeznek belőle, mert az önmagába véve is így nagyon finom. Most nem azt mondom, hogy ez nem finom, meg hogy önsanyargatás, aki ezt fogyasztott, de például aki fogyókúrázni akar, annak ezt, bátran ezt ajánlom, hogy ez ennek egy alapszere. Tehát lényegesen kevesebb kenyérfélét fogyaszt akkor, ha valaki ilyen rozsdúsbarna kenyeret eszik. Én azt hiszem, hogy... gyerekeknek is természetesen. Én azt hiszem, hogy nyugodtan visszakanyarodhatunk az előző anyaghoz. Ez jó lenne, hogyha eljutnánk egyszer már odáig talán, hogy tényleg odafigyeljünk a táplálkozásra, a szervezetünkre, hogy viselkedik mindennapjainkban, minden jelzésre oda kellene figyelni, és talán az előző kis bejátszásból is, hogy vérnyomásmérés, egyebek, ezeket rendszeresen tegyük meg, hiszen akkor van értelme annak, hogyha kapunk egy visszajelzést talán. Igen, hát feltétlenül így van. Az egészség az nem kívülről jön. Az egészséget azt mindenkinek magának kell egy részben megőrizni, részben fejleszteni, részben vigyázni rá. Ehhez természetesen kellenek ismeretek, de gondoljanak csak végig a nagyanyáinkra, hogy azok például mi mindent tudtak, annélkül, hogy ezeket egyetemen vagy orvosi rendelőbe szerezték volna, ezek mind tapasztalatokon alapuló dolgok voltak. Például, hogyha valaki lázas volt, vagy köhögött, akkor bezsírozták a mellét, ezeknek mind-mind már visszaigazolták az élettani alapjait, vagy a priznicelés, a hűtés a lázas gyereknek. Régen nem volt ennyi gyógyszer. És sorolhatnám még mindezeket, hát ugyanígy az étkezési kultúrában is egy kicsit vissza kell nyúlni. A szilvalekvár, a szilvafán nem mindjárt azt kell figyelni, hogy de sok pálinka lesz idén, hanem az, hogy esetleg aszalt szilvát is lehet enni, szilvalekvárt is, ez mind-mind hihetetlenül egészséges étel. Tehát az étkezési szokásaink részben öröklöttek a családi vonalon, részben pedig tudatosan kell választanunk egészséges ebédként. Na, ehhez kellenek ismeretek, ezért volt ez a programban tulajdonképpen a programnak egy ilyen része is, hogy adjon megfelelő ismereteket, és hát az egészség megőrzése az mindannyiunk kötelessége. Ugyanúgy a szülőnek is. Gondolják végig, gyakran találkozom olyan tragédiákkal, hogy valaki eljut 50 éves korába, addig megromlik az egészsége, de nem éri el az összrokkantság szintjét, és tehetetlenül áll, mert hiszen nem kap nyugdíjat sem, kap esetleg valamilyen járadékot, a szerencséje van, de az az élethez kevés, a meghaláshoz túl sok, de minden esetre egy családot tönkre tehet egy ilyen, és ilyen egyszerű oka van, hogy nem vigyázott az egészségére. Régen még a parasztok is annak ellenére, hogy sokkal keményebb munkát végeztek, egészségesebben éltek, jobban vigyáztak. Nem hajszolták úgy magukat. Hát azt hiszem, hogy ez ennek a programnak is a legfontosabb része, hogy próbáljon egy kicsit errefelé fordítani az emberek figyelmét, hogy az egészség a legnagyobb kincsünk, a legnagyobb értékünk, és vigyázzunk rá.
November 15-én Boldog Békeidők címmel Dani Csaba fotóiból nyílt kiállítás a Műveldési Központ emeleti kiállítótermében. A kiállítást Tám László fotóművész nyitotta meg, közreműködött Güt István country zenész. Kiállítás mindig nagy ünnep. Ünnep ez azoknak, akik eljönnek a kiállításra, ünnep ez a háznak. A legnagyobb ünnep mégis annak az embernek, akinek a kiállításáról van szó. És azt hiszem nekem is, akit olyan megtiszteltetés ért, hogy ezt a kiállítást megnyithatom, nekem is egy nagy élmény ez, mert minden egyes kiállítás nagy élmény, még a kiállítás megnyitó számára is. És én nekem különösen olyan szerencsém van, hogy ezt a kiállítást már második alkalommal nyitom meg, talán egy-két kép differenciájával, hiszen ezt már a tavasz folyamán Pécset az Ifjúsági Házba is bemutattuk. Dani Csabáról csak annyit kell mondani, hogy ő amatőr fotográfus, hogy kicsoda, azt már bemutatta Katikai nagyon szépen, és én az amatőr fotósokat nagyon-nagyon szeretem és nagyon-nagyon tisztelem. Tisztelem azokat, akik pénzt, erőt és energiát nem sajnálnak ahhoz, hogy ilyen alkotásokat létrehozzanak. Péntek esti sajtóklub szombaton volt az elnevezése annak a rendezvénynek, melyet a Pécsváradi Polgári Kör szervezett november 23-án a Vár palotaszárnyában. A rendezvény vendége volt Bencsik András, Lovas László, Molnár Tamás és Tóth G. László újságírók. Amint egy 500 fős közönséget Benkő László köszöntötte. Az est folyamán aktuálpolitikai kérdésekről esett szó, majd kötetlen beszélgetés alakult ki az előadók és a közönség közt. Ugyancsak szombat este került sor a Pécsváradi Ifjúsági Fuvozzenekar évadzáró koncertjére. A Művelődési Ház színpadán teltház előtt adott mintegy másfél órás koncertet az 53 ifjú zenész Wagner József vezetésével. Híradónk végén kérem tekintsenek meg egy rövid összefoglalót a hangversenyből. Thank you.
Kedves nézőink, ennyi fért mai adásunkba. Csütörtöki adásunk ismétlését holnap, azaz pénteken láthatják a szokásos időben. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezik a Városi Televízió. Kérem, tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!